Hello! Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt a csatornánkon! Ahogy láthatjátok ebben a videóban, ismételten egy ribakcipővel fogunk foglalkozni. Az apropója az ennek a videónak most nem a cipő egyéb történetiségével és egyéb elemek bemutatásával szeretném tölteni, hanem a színére fogom kihegyezni a videót. Ezt a rendelésünket az ecipő.hu webfelületéről hoztuk létre. Nyilván a ribakcipők azok egy kényelmes a klasszikra gondolva, erre a típusra gondolva, egy kényelmes lábbelit foglalnak magukba, tehát azt fémjelzi, hogy tényleg valóban egy kényelmes cipőről van szó, viszont rendelésnél, amikor megrendeled a cipőt, ugye mindig különböző képek alapján döntöd el, hogy neked tetszik-e vagy nem, elsősorban ugye nem feltétlenül találsz mondjuk ilyen típusú cipőt sem, Jelenleg a piacon sehol, ahogy én tudom, legalábbis ezt a típust nem láttam sehol, úgyhogy mindenféleképpen fotók alapján rendeltem meg. A rendelés gyors voltam, hogy minden rendben lement. Ez a ribakcipő is egy minőségi, tényleg egyszerű ö, darab. A ribakcipőnek a típusa az, hogy csálk. Tehát, tehát C-H-A-L-K. Tehát csálk vagy Calk, vagy Kalk, az a cipőnek a típusa. És ezzel kapcsolatban ami érdekes volt, hogy fotókon egészen szép fehér színűnek tűnt ez a ribak cipő, de mielőtt bármilyen belemennék, körbe megmutatom nektek ezt a ribák klasszikot, amúgy valóban egy nagyon szép és finom darabról van szó, tehát ez mindenféleképpen nem elvitatható ettől a cipőtől, ugye így néz ki, egy fehéres árnyalatban, maga a ribák felirat, ez egy bevart logó van itt a cipő oldalán, ugye van olyan, amit csak lenyomatos formában és színezett formában található, ebbe bevart formában van a ribak felirat benne a cipőbe, a sarkában negatív lenyomattal található meg a cipőnek a ribak felirat a nyelvén a megszokott felvart logó, valamint a talpa, ami érdekesebb a cipőnek, egy ilyen kis mediterrán stílusú árnyalattal, ötvözettel van ellátva, színezve maga a talp része, és abban is benne van a ribak logó, illetve a ribak felirat. Ez mindenféleképpen egy minőségi darab amúgy ez a cipő. Maga az anyaga is tényleg nagyon finom, a dobozon megmutatom, hogy mi van rajta. A dobozon rajta van ugye, hogy női cipő, futócipő, running, oké, okay. made in Vietnam, rendben van, és itt van a színe, hogy chalk, 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 itt van a típusszáma. A doboz ez egy kicsit eltér a ribatt plastikok dobozától. Hogyha így ezt a cipőt felteszem ide, és ránéztek, akkor ugye azt lehet rá mondani, hogy alső, első körben alapjában véve ez egy fehér színű cipő, egy talpához igazodó, cipőfűző véget, ugye magába foglaló kis műanyag rész van rajta, ami amúgy tényleg dizájnos, ötletes, viszont amikor megérkezett, én első körben azt mondtam, hogy valóban fehér, de valamiért egy picit szürkésebb vagy sötétebb árnyalatú lehet ez a cipőszín, úgyhogy mellé rakok egy Royal glide és így fogod látni a különbséget. Tehát, hogyha nem látsz ribak cipőt ugye úgymond kézbe valamelyik üzletben nem tudod megtekinteni. A csákam úgy, ahogy én emlékszek, talán krétát jelent angolul, vagy valami hasonlót, úgyhogy nyilván azt gondoltam rá, hogy egy picit púderesebb árnyalat lesz, de így, ahogy megnézed, talán egy kicsit, mintha sárgás, vagy szürkés, vagy nem is tudom milyen zöldes, nem tudom, valamilyen érdekes beütése lenne ennek a cipőnek. Úgyhogy, ha fehér cipőt szeretnél, akkor tehát kopfehéret, mint ez a Royal Glide, akkor mindenféleképpen azt mondom, hogy ez a cipő feltehetőleg nem fogja elnyerni a tetszésedet. Kiveszem a másik felét is ennek a kis csukának. Amúgy mondom, a rendelés sem minden rendben lement, tehát minden tényleg szépen ügyesen lezajlott. Itt láthatod a címkével ellátva a másik felét a cipőnek, tehát valójában ez tényleg egy nagyon szép, vagány egy, egy patent darab. Ez még tényleg nem volt senki, azzal mindenféleképpen elégedett vagyok teljes mértékben, viszont készítettem én egy uh, screenshotot, amit most meg fogok nektek mutatni, remélem, hogy ezen a telefonon található. Igen, tehát két dolog lesz a képeken. Meg fogom mutatni, az ecipőről jött meg ez a lábeli. Itt látod azt a női lábelit, ami csálk színbe található az ecipőn, és látod, hogy fehérnek tűnik a cipő. Még az Adidas-nak a ZenMD típusú cipője is szürkés hozzá képest, ez pedig a férfi csalk, tehát ugyanaz a cipő, látod a talpának a mintázatát, és ha összeveted a két képet, akkor melyik a szürke? A férfi. És egy picit megvezető a fotó, ugye mert ez nem fehér, tehát nem, ez nem az a fehér cipő. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon. Tehát ebben a formában így, már így már zöldesnek tűnik ebben a fényviszonyban egy picit ez a cipő. Tehát érdekes az anyaga magának a, ennek a lábbelinek. Nem rossz, nincs vele probléma. Tehát a cipő teljesen rendben van, csak hogyha rendelni szeretné egy lábbelit, akkor nem biztos, hogy elég az a fotó, ami elérhető az interneten, mert például ebbe a csák típusba többször rákeresve sem találtam máshol olyan jellegű fotót, ugye ennek ez a csák, ez valami árnyalatot jelenthet a múlt színezésbe, de nem találtam olyan fotót, olyan videót, ahol meg tudtam volna nézni, hogy mit is jelent ez a csák színezés, hogy most ez kopfehér, vagy csak egy picit ilyen piszkos fehér, vagy valamilyen más egyéb színű árnyalatot mutat esetleg a cipő, és amikor megérkezett, ugye akkor tudtuk összevetni, hogy hát igen, fehér, fehér, de azért nem teljesen ugyanaz a fehér, Ebben a videóban nem is nagyon szeretnék mást elmondani, nyilván általános információkat tudnék mondani a tervezésétől, az alapításától kapcsolódóan ugye a ribáknak, ami, amit azért sokan nem tudnak, hogy jelen pillanatban az Adidas leányvállalataként funkcionál ez a ribák cég, felvásárolta őket a ribák talán 2005-ös vagy 2010-es évek környékén valahol, úgyhogy valahol Adidas a ribák most már a mai világban, Ettől függetlenül tényleg az adidas egy, egy minőségi formát adott ennek a cipőnek, bár ebben az esetben mondom a színét szerettem volna bemutatni, hogy minden rendben van a cipővel, tényleg nagyon szép patent, csak egy picit, amikor ö, a fotókat megtekinted az interneten, nem tudom, milyen stúdióban vagy milyen jelleggel készítik el ezeket a fényképeket az adott lábbeliről, de én véleményem szerint nem azt a fotót láthattam a reklámanyagban, amelyik cipő megérkezett színre és egyéb típusra tekintette, úgyhogy ez az egy dolog, amit sajnálok ebben az esetben. Nem feltétlenül mondom azt, hogy most ez nekünk rossz, hogy ilyen álnyalatú, ilyen színű ez a cipő, de nyilván amikor megrendeltük, akkor egy ilyen fehér színű cipőre gondoltunk, és egy első körben egy ilyet szerettünk volna, ettől függetlenül ez tényleg egy különleges libák, amivel nem találkozol minden nap. Körülbelül ennyi lenne az az információ, amit ebben a videóban erről a cipőről, illetve erről a típusról át szerettem volna adni. Nyilván van egyéb videónk is már a ribakról. Más nem is nagyon tudnék róla elmondani, mert az előző videóinkban rengeteg információt közlünk még le erről a ribak klasszik típusról. hogy remélem tudtam segíteni, ha esetleg pont ilyen csák színű cipőn, vagy csák árnyalatú cipőkön gondolkozó, hogy valahol itt kell keresni a különbséget, egy fehér, valóban fehér, illetve egy csák megnevezéssel ellátott típusú ö, lábbeli közt. Ez a két fontosabb különbség lehet, ugye egyfelől a színhőmérséklete, másfelől pedig az, hogy ha bizonyos fényhatások érik, akkor nem biztos, hogy azt a kopfehér szint fogod kapni, amire amúgy alapjába véve számítottál volna. Ennyi lenne az információ, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót is, jó szórakozást, jó videózgatást, nektek jó rendelgetés, sziasztok!